a világosi fegyverletétellel végleg lezárult az 1848-49-es forradalom és szabadságharc, mely nem maradt megtorlatlanul. 1849. október 6-án Aradon 13 honvédtisztet végeztek ki. Ugyanezen a napon Pesten pedig gróf Batthyány Lajos, egykori miniszterelnök szenvedett mártírhalált. A kormány 2001-ben a Magyar Nemzet gyásznapjává nyilvánította október 6-át. Ezért évről évre fejet hajtunk a sokak által aradi 13-ként ismert hazafiak előtt. Ezen a napon Makó is gyászba borult, vasárnap a Kossuth Lajos szobornál tartottak megemlékezést. Dr. Csikota József karnagy igazgató vezényletével a makói magánzeneiskola fúvó zenekarának kíséretében csendült fel a magyar himnusz. Majd a Juhász Gyula református gimnázium és szakképzőiskola diákjai adtak műsort. Nézzétek napba töltetően, mint épít büszke kupolát, egenkbe lendül lelke, karja, kőhomloka, érc akaratja, győzelmesen lendül magasba, és mélységekbe száll tovább. Ember, hittel hiszek te benned. Ember, forrón szeretlek én. Te nyomorúságos, hatalmas, te végzetes, te forradalmas, te halálban is diadalmas utód az Isten örökén. A megemlékező műsor után a megjelentek a szobor talapzatánál egy-egy szár rózsával fejezték ki tiszteletüket, köztük Farkas Éva Erzsébet polgármester, Cirbus Gábor alpolgármester, valamint a képviselőtestület megjelent tagjai is. Végezetül mécseseket gyújtottak a jelenlévők, ezzel elismerve hazánk hőseinek áldozatát.